Na, helló srácok! Szomorú apropóból készítem ezt a videót. Rengeteg kérdés elkerülésére, hogy mi miért lesz. Az történt, hogy átnéztük ma a könyvelővel, aki édesanyám, az adóbevallást, ami 2022-es évet illeti, és be kell fizetnem 80 ezer forintot még a YouTube miatt, és nem tudom, most ahogy így számolgattuk a dolgokat, 28% adó az, ami a YouTube bevételből adózni kell. 28%. Tehát gyakorlatilag kifizetsz 28%-ot, meg hogyha nem édesanyád a könyvelő, akkor még neki is kifizetsz X összeget. És most ez így egy kicsit kedvemet szekte, mert tök jól működött eddig ez a dolog, hogy hát nem titok nyilván, hogy fogy be belőle ilyen havi 50 ezer forint nagyjából, és volt, hogy 90, volt, hogy 25, de nagyjából inkább ilyen 50 ezer forint körüli összeg fogy be belőle, és ez így tök jól is működött, mert hogy ez az 50 ezer forint, ez így fedezte is azt, amit belefektettem. Tehát mindig általában egy videó olyan 1500 forintot termel, 2000-et, attól függ, hogy mennyi a megtekintés, és akkor mindig úgy voltam vele, hogyha mentem videózni valahova, akkor belekalkuláltam, hogy ez a videó, ez megtermeli az elkészítésének az árát. Így gyakorlatilag ott tartok, hogy csinálhatom anélkül, hogy elvegyek otthonról pénzt. Viszont ez így ebben a formában már nem fog működni, és most nem tudom, hogy tudom ezt megoldani. Az biztos, hogy el kell engedni a napi videókat, mert hát most akkor egy kicsit így betekintést engedek, hogy hogyan működik egy ilyen videózás téma. Szóval ahhoz, hogy elkészítsél egy videót, még ha egy videó csak 20 perces is, sokszor 3-4 óra munka kell. És bocsánat, csak közben csörgött a telefonom. És az, hogy 3-4 óra munkát beletegyél, azt majd most ezen túl mondjuk javításba kell forgatni, hogy meglegyen ez a bevétel. Hát ugye azért havi 50 ezer forint az másfél bevásárlás. Úgyhogy ezt a napi videó témát ezt nem fogom tudni prezentálni ezen túl, ez már egész biztos. Onnan bukott ki a dolog, hogy ugye egyre jobban fejlődött a csatorna, így egyre több lett a néző és a bevétel, és akkor így már szemet szúr ez az összeg. Amúgy sem volt egy jó ez a nap, de hát ez most nem segített. Úgyhogy most 80 ezer forintot elő kell szedjek, és be kell fizessem drága Orbán Viktorunknak. És ki kell találjam, hogy hogyan tudom megoldani azt, hogy videó is legyen, meg én is meg tudjam csinálni a fizetésem mellé a plusz pénzt, mert hogy hát sajnos egy fizetésből nem lehet megélni. Ez a vasárnapi videóban erről beszéltem, hogy annyira szar ez az ország, hogy ez valami félelmetes. De tényleg félelmetes. Huszonnyolc százalék, gyerekek, ne szórakozzatok már.
Úgyhogy mától a reklámok, hát az én részemről megszűnnek a videóba, szóval én levettem a kezemet erről a dologról. Nem tudom, hogy meg lehet-e azt oldani, hogy reklámmentesek legyenek a videók, vagy attól függetlenül, hogy én nem kérek bevételt, attól függetlenül a YouTube belerakja a videót, és attól benne lesz-e, ezt nem tudom pontosan. Minden esetre én szeretném akkor, hogyha reklámmentesek lennének, bár hát nyilván én vagyok a legkisebb ember, aki ebbe bele tud szólni. Igyekszem majd heti egy videót prezentálni, legalább, hogy heti egy legyen. Talán lehet, hogy jó hatással is lesz ez a videók minőségére. Bár nem tudom, igyekeztem minden videóba beletenni, amit bele kell. Ó, de csalódott vagyok. Nagyon szörnyen csalódott vagyok. És nem csak azért, mert ki kell fizetnem 80 ezer forintot, hanem azért is, mert igazságtalannak érzem, és mindig az igazságtalanság bosszant a legjobban. Aztán ez örög itt. Valami annyira keceg itt a műszerfalon, hogy már idegesítő volt. Mindenképpen akartam erről veletek beszélni, hogy ne csak az legyen, hogy nézd, nem mit csinál, ki jön elém, hát nem látod, hogy jövök, testvérem. Ne csak az legyen, hogy egyszer elfogynak a videók, hanem legyen miértje a dolognak. És tudjátok, hogy ez a miértje, hogy majd most szépen el kell menni, mint ahogy előtte is megtettem, munka után még dolgozni, hogy legyen az a pénz, amiből havi kétszer be lehet vásárolni. Annak meg semmi értelme nincsen, hogy az 50 ezer forintnak a 28%-át befizetem. Ahhoz viszont túl nagy az energia befektetés ennyi videónál. És ne értsétek félre, nem az, hogy tőletek sajnálom az energiát, hanem abból sajnálom az energiát, hogy azt az energiát belefektetem olyan dologba, amiből bevételt tudok szerezni. Muszáj bevételt szerezni, mert mondom, egy fizetésből már itthon nem lehet megélni. Nem tudom, most szomorú vagyok. Kell egy jó pár nap, mire ezt kiheverem, hát azért azt be kell látni, hogy a videózás az az életem része volt. Szóval minden nap azon törtem a fejemet, hogy ha hazaérek, milyen videót készítsek. Úgy nagyjából általában egy kötőjel két hetes átfedésben voltak a videók, és mindig törtem a fejemet, hogy na most mivel tudok előrukkolni, ami még nem volt hasznos, esetleg tanulni lehet belőle, vagy vicces, vagy bármi, ami nézhető. És most majd... vissza a mókus kerékbe, szépen megkeressük a karbantartásos munkákat újra, vagy menni villanyszerelni, vagy tökem tudja, majd valamit ki kell találni, vagy csak a javításokat otthon jobban pörgetni. De meg kell oldjam, hogy ez működőképes legyen. Szomorú, szomorú valóság ez. Pont mikor így látom, hogy egyre jobban fölhível a csatorna, de nem lehetetlen tartani munka mellett. Lehetetlen tartani ezt, hogy nem dolgozok munka után. Most ugye ez egy munka volt, hogy csináltam a YouTube-ot, és ebből bevételt szereztem. Éppen Ekopityúval beszéltem tegnap, és mondta, hogy annyira sokat kell adózni,
hogy ő azért is nem foglalkozik ezzel a bevételésdivel, mert nincs értelme, mert olyan sokat kell adózni, és megvontam a vállamat rá, aztán tessék, egy nappal később pontosan megláttam, hogy mennyit is kell adózni ezután, és hát gyakorlatilag undorító ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy mondta a muter, hogy mik kellenek még hozzá. Nem egy egyszerű dolog ez, hogy ez legálisan, normálisan tudjon működni. Ugye én nem régóta kapok még a YouTube-tól pénzt, szóval ez még nekem újdonság. Most már ezentúl ne is nyomjátok ezt a szuper köszönöm gombot. Én hálás vagyok, amiért nyomtatok és jött belőle pénz. Nagyon-nagyon köszönöm, tényleg volt, aki szegőre küldött, volt, aki tököm tudja, mire küldött pénzt. Ezt a csatornatagságot is meg fogom szüntetni, oda se nem szeretném, hogyha pénz folyna be. Ezt a YouTube témát, ezt el kell engedni bevételszerzés céljába. Ez azt gondolom akkor tud működőképes lenni, hogyha magasabb szinten űzöd, szóval ügyesebb vagy, sokkal jobb videókat csinálsz, sokkal több a feliratkozó szám, és akkor mit tudom én, hogyha keresem, nem hiszem, hogy megint csörög a telefonom, hogyha keresel 3-400 ezer forintot, és abból leadsz 28%-ot, akkor még mindig marad annyi pénz, hogy abból még tudsz, hát abból sem nagyon tudsz már videózásra fordítani, meg még élni. Fogalmam sincs, hogy mi az az összeg, ami fölött már ez így jól tud működni, hát ez az 50 ezeres kategória, ez nem az. Na mindegy, elég a siránkozásból. Igazából csak szerettem volna nektek mondani, hogy miért van ez, ami majd ezután lesz. Most még van beidőzítve egy pár videó, azokat most át fogom időzítgetni, hogy heti rendszerességgel menjenek ki. És valószínű, hát igen, ez lesz a megoldás, hogy átállunk a heti egy videóra. De igyekszem majd többet készíteni, hogyha futja az idő. Majd látom, hogy sikerül a munkákat összeegyeztetni a videózásra. Amúgy bármennyire is annak tűnik, hogy siránkozok, meg sírok, meg nehéz dolog egyébként. Lehet, hogy csak úgy tűnik, hogy jó, előveszed a telefonot, azt fölveszed, amit csinálsz. Nem olyan egyszerű. És rengeteg... Ha csak abba belegondolsz, hogy ha csak pakolászod a kamerát, miközben veszel valamit, az is mennyi időt veszel. Sokszor a videókat megvágni, én általában most már mobilon szoktam, de ahhoz is kell idő, tehát mire megvágsz egy videót, kétszer annyi időt beleölsz, mint maga a videó készítése. Na mindegy. Tényleg ne küldjetek semmilyen szuper köszönet, meg feliratkozás, vagy mi az Isten csatlakozás, engedjétek el. Nem tudom, még nem néztem utána, hogy tudom ezeket kikapcsolni, meg a bevételszerzést is valahogy megszüntetni, hogy már ne is jöjjön több, ne legyen belőle probléma. Ki fog alakulni egy új rendszer, és akkor azt szerint majd beáll a csatorna élete. Azért bízom benne, hogy akik eddig néztek, azok maradni fognak, és nem pártolnak el ezért tőlem. De tényleg az a helyzet, hogy muszáj a munkába fordítani az energiát, hogy a bevétel megmaradjon. Sajnos ez van, hogy hiába keres az ember egy hónapban 250 ezer forintot, az 20-ára elfogy. 20-ára már abból semmi nincsen. Pedig nem nagy lábon élésről van itt szó. Csak simán élsz. Na jó,
Srácok, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. És remélem tényleg, hogy itt maradtok velem a csatornán. Jók legyetek, srácok! Sziasztok!